Nagyon sok szeretettel üdvözöllek benneteket egy újabb Star Stable Online videóban. Én Lorett vagyok, aki még nem ismer engem, aki ismer engem, annak puszipacsi mindenkinek. És sok-sok idő múlva megint itt vagyok ismételten. A helyzet az, hogy továbbra se tudom megígérni, hogy mikorra is tudnék teljesen visszatérni. Ha valaki kíváncsi rá, hogy miért is vagyok eltűnve, szívesen elmesélem, ha nem, akkor valaki skippelje ki ezt a pár perces részt. A helyzet az, hogy benne vagyok egy felnőtt oktatásban, egy felnőtt képzésben, ami munkaidővel együtt is sajnos nagyon sok időt elvesz, tehát heti 6 napot szinte dolgozok, illetve gyakorlatozom, úgyhogy már csak egy szűk egy éven van még hátra, májusban nagyvizsgázom, és aztán remélem, hogy újonnan szabad leszek, és újra tudok nektek videózni. Addig sajnos marad ez a össze-vissza szinte, alig tudom nektek megmondani, hogy mikorra is tudnék videókat csinálni. Most viszont azért is vártam ennyi időt, mert bevártam ezt a rengeteg-rengeteg újdonságot, amik érkeztek a játékban, mint például a Freeze, hogy is mondjam ezt, ilyen 3.5-ös verzió, vagy 4-es, nem is tudom. Szóval újfajta frízek érkeztek be a játékba. Nézegettem a képeket, nekem amúgy bejöttek, úgyhogy én biztos fogok venni, nem is egyet, többet is. És nem csak frízt fogok venni, hanem ugye jöttek be újabb pacik is, amik azt hiszem Steve Farmon, nem is Steve Farmon, Starshine Farmon lehet találni, majd ezt útközben kiderítem, de először is szeretném ezeket a csodás frízeket is meglesni. Nekem ezek nagyon tetszenek, főleg ő. Ő aztán biztos. Hát ezzel a kis szép csillagjeggyel biztosan meg fogom venni. Mi az a sörény? Nem tetszik az a bogyózott sörény. Szeretnék szép, hosszú sörényt. Ez is fonott. De jól néz ki az a farok, úristen! Nem tudom, van ebből fonott verzió és full fonott? Hát nem is tudtam. Na várjunk be, azt írja, hogy harmadik generációs, de akkor ez 3.2-es variáció? Vagy a fene tudja, hogy lehet mondani, mert ugye már van harmadik generációs Freeze, de akkor ez szerint ez ilyen 3.2-es verzió, vagy nem is tudom, hogy írták le hivatalosan, de remélem, hogy 3.2-es vagy ilyesmire gondolnak. Na mindegy is, ezt viszont szeretném megvenni, szeretném ilyen szép, full, hosszús rényre hagyni, vagy nem tudom, legyen fonott, hosszú, fonott. Hosszú fonott, áll legyen hosszú, igen. 950 Star Coins darabja, amúgy nem lepődök meg, hogy ennyi az ára, mostanában mindig ezzel mennek. Legyen egy kanca, fiatal, és teljesen randomra szeretném hagyni, mert jelenleg nincs név ötletem, hogy mi legyen. Ez például pont tetszik, úgyhogy ezt így meg is veszem, igen. Szeretném most egyelőre istálóban rakni. Jaj, hát a legfontosabbat meg sem mutattam nektek. Hát, hogy miféle járásmódjai vannak. Jézusom, hogy tudok ilyen hibát véteni? A másik, amit viszont szeretnék megvenni, az a sötétebbik verzió ebből. Mert ez nekem túlvilágos. Ez viszont perfekt. Úgyhogy nézzük meg a járásmódokat, lépés, ügetés... A vágtája, én megmondom nektek az őszintét, nekem nem tetszik. A sörénye tetszik, hogy így lobog, de ez a vágta, ez nekem borzasztóan erőltetett vágta. Ráadásul, ha megnézed jobban a patáját, teljesen olyan, mintha nem tudom, ki lenne merevítve. Nem vagyok szakértője a járásmódoknak, de ez nekem nem tetszik. Galoppot és egy versenygalopp. Hát, fogjuk rá, hogy természetes módja van. Ja, elfogadjuk. Tetszik, hogy így kinyílik az ornyilás, amikor földet ér a mellső lába. Nyújtott ügetés. Jó, legyen ez is jó. És a Kenter Piruett, ami ugye a másik harmadik generációsnál is jelen van, ez a különleges mozdulat. Hát, majdnem teljesen ugyanaz, egy kicsit finomabb verzióban lehet látni ezt, de elfogadjuk. Én illetve elfogadom ezt. Nézzétek el, nekem nagyon allergizálok, egyszerűen borzalmasan szenvedek, hogy a parlagfű szezon van. Én nagyon szenvedek a parlagfűben, nem tudom, ti hogy vagytok vele. Én most jelenleg
pusztulás szélén állok szinte. Serénybe bevállalom ezt a fonott verziót, ezt a teljesen kiengedett, de azért még egy picit összefonva ott a fülem mögötti részt és a teljesen fonott farkincet is bevállalom. Legyen fiatal, szintén kanca... Na, nézzém már ide felém, ne pedig a fenekedet utasd már. Erre is csoki virág. Hát hogy lehet ennél szebb nevet kitalálni? Tökéletes, meg fogom venni. Gyere csak, gyere, gyere, gyere. Gyere, kérlek az Isten lomba. Te leszel a kedvencem? Nem tudom, ti hogy vagytok vele a második generációs frizeknél. Úristen, te is gyönyörű szép vagy, imádlak. De ugye van ez a sötétebb verzió, ez a barna... Jézusom, azt nézem, ez ilyen kis pöttyös, mint egy idős ló. Hát úgy néz ki, mint tényleg egy idős paci. Nem, téged nem akarok megvenni. Szóval van ez a barna színárnyalat benne. Ugyanígy van a második generációknál is. És én emlékszem, hogy annak idején a fekete színárnyalatot vettem meg, a fényeset. De úgy nagyon sokszor elcsodálkoztam, hogy mennyien megvették a barna színvariációt. Ó, azt a... Én ezeket amúgy miért nem látom. Szép ez a sörény átmenet. Sörény színnek az átmenete. Ja, Istenem, te is tetszel nekem. Aj, Istenem, bajba vagyok. Nagyon-nagyon-nagyon bajba vagyok. Na jó van, végülis nem azért adtam a Star Coins-ot, hogy porosodjon a pénztárcámba. Úgyhogy neki is választok valami cuki nevet, de viszont ő csődő lesz. Royal Suttogó. Tökéletes név. Ennél szebbet nem találhattam volna. Őt is megvesszük, mert miért ne? Gyönyörű szép. Tényleg gyönyörű szép ez a ló. Imádom. És akkor a frizekből ennyi elég. Megyünk is át. Starshine Farm. Várjunk már. Starshine, nem is, lehet nem is Starshine Farm onnan, hanem Fear Grove-ba. Úgyhogy megyünk Fear Grove-ba. És ott is megnézzük a pacikat, ami nemrég érkeztek be, egy 2 hete érkeztek be a játékba. Úgyhogy abból is biztos, hogy venni fogok. És meg is érkeztem Fairgrove-ba, mert hogy itt találhatóak ezek a gyönyörűséges lovak, mint például ez a gyönyörű szép Mustang. Erre annyira fáj a fogam, de annyira, hogy azt el sem tudjátok képzelni, lassan fogorvosnál kötök ki. Amint most csak nézzétek meg a gyönyörű szép szemét. Ez is például tetszik, de ez... Nézzétek meg, milyen cuk. Sörényt szeretnék még neki nézni, ha a játékom is engedné és nem fagyogatna be. Szeretnék neki kicsit ilyen tépett haj fazont választani neki, de viszont ez is amúgy tökre tetszik. Nehéz a választás, nagyon nehéz, legyen hosszú, vagy legyen ilyen nyírt. Ha hosszú, akkor úgy látszik, hogy a mustangos, ha nyírt, akkor viszont a szép arcát emeli ki kis pofiát. Imádom. Hát... Nem tudom. Nehéz, nehéz. Na jó, tudjátok, mit legyen ez a nyírt verzió, mint a fjordoknak, ahogy szokott lenni, és akkor személyre szabjuk, ez is csődőr marad, és választunk neki szintén random nevet. Elveszett győzelem. Hogy lehet ilyen nevet kreálni, hogy elveszett győzelem? Ez annyira rossz, hogy már jó. Legyen. Mind válom én. Legyen. És hát meg is érkeztem az istállóba, hogy ez is annyit változott. Tudom, hogy nem sok módosításon esett át, de csak nézzétek meg, nekem tök furi. Olyan tisztának tűnik, de olyan mégse olyan barátságos. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel az istálló módosítással. Kinek tetszik, kinek nem. Nyugodtan írjátok meg a véleményeteket. És akkor itt lennének a vásárolt pacikák. Hát a Mustangot most nem fogom megmutatni, mert mindenki tudja, hogy milyen. De tényleg gyönyörű szép. Imádom ezt a lovat. Még mielőtt fölülnék a freeze-re, valamelyik freeze-re, először ezeket leszerelem a Shire lovamról. És akkor nézzük, nem is tudom melyiket nézzük hirtelen. Nem tudom. Nem tudom, nem tudom, nem tudom. Na jó van, legyél te. Legyél te. Te szépség, Úristen, de gyönyörű vagy. Gyönyörűség és imádni való. Hát, hogy mennyi különbség van a másik, harmadik generációs freeze-nél. Várjátok, pont itt van. Mindjárt mellé állítom, és akkor megnézzük. Hát nyilván van. Tehát sokkal
hogy is mondjam, sokkal kidolgozottabb ez a fajta ló, mint ez. Jó, nyilván ez sem most került be a játékba, egy két éve kerülhetett be. Azt tudom, hogy télen jött be, és már akkor is hát elég pozitív, negatív vélemények voltak, mint például nekem ez a farok, ez még mindig nem tetszik, mert olyan, mint egy fatörzs. Viszont ez, most ne kövezzetek meg, de olyan, mintha fognád a bolognai spagettit, és raknád a tárnyérba. Tehát kb. Így néz ki ez a farok. Na jó, nem akarom bántani őket, mert amúgy meg tetszenek, nincs velük bajom, de nyilván egy pixeljátékról beszélünk. Én amúgy kifejezetten örülök ezeknek a freezeknek, csak akkor nem tudom, ne nevezzék el harmadik generációsnak, hanem mit tudom én, 3.2-es verziónak, vagy nem tudom, negyedik előd. Előd negyedik, vagy a fele tudja. Legyen így inkább. Az ágaskodást nem is néztem meg. Jézus Úr Isten! Mi ez az ágaskodás? Na várjál, ezt még egyszer. Én nem akarok előítéletes lenni. De egy Freeze mióta csinál ilyet? Kettő. Kb. Mintha egy vadállattal harcolna. Nem tudom. Mint amikor a Harry Potterben a kentaur le akarja rugni azt a furcsa teremtény az első részben. Biztos rémlik nektek az a jelenet. Ez olyan... tetszik is, meg nem is. Hát, oké, rendben. Legyen így akkor. Hát a lóvásárlásból most egyelőre ennyi. És az eddigi frissítésekből most egyelőre én ennyit szeretnék bemutatni. Tudom jó, hogy vannak újabb küldetések, újabb lehetőségek, mint például ez a pionír ösvény is, amit én itten felfedeztem, de ezt majd külön szeretném megfejteni. Még az is előfordulhat akár, hogy nem is videóban, hanem teljesen saját magamtól szeretném megfejteni, hogy ez hogy működik. Még egyelőre ismerkedem ezzel, nem nagyon tudtam beleolvasni, megtapasztalni. Úgyhogy majd ez így a későbbiekben fog kiderülni. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, és remélem találkozunk még valamikor. Jelentkezem még videókkal, ne aggódjatok, úgyhogy addig kellemes nyarat használjátok ki. Én majd most megyek el nyaralni egy hétre, úgyhogy várható szerintem vlog videó is. Úgyhogy találkozunk majd abban a videóban, addig is. Puszipál mindenkinek!